Számomra ez a mandolin nagyon-nagyon kedves emlék az édesanyámtól, aki sajnos 2012-ben már elment. Ugyanis én az édesanyámnak köszönhetem azt, hogy egyáltalán zenész lett belőlem. 3 éves koromban már beíratott engem édesanyám a zeneóvodába, és otthon is egy hegedűn játszott néha-néha, és ez a mandolin számára nagyon-nagyon kedves volt. Abban a korban, amikor én gyerek voltam, akkor a szülő és a gyerek kapcsolat egészen más volt. A szülők nem tudták vagy akarták úgy kimutatni a szeretetüket, de tudom, hogy édesanyám és édesapám is a tűzre ment volna értünk gyerekekért, és egy nagyon komoly, nagyon becsületes, törekvő családban nevelkedtem. Már általános iskolában, sőt már óvodáskoromban szerepeltettek. 6 éves koromtól zongorázni is tanultam, édesanyám beíratott a Tábor utcai zeneiskolába, és ezt egészen a zongoratanári diplomáig elvittem Szegeden. A zenei képzés az azt gondolom, hogy nagyon sokat ad a művészi lélek kialakulásához, vagy az érzelmi gazdagság, érzelmi intelligencia megteremtődéséhez. Magyar Kultúra lovagja címet 2023. január 22-e a Magyar Kultúra napja alkalmából vehettem át a Stefánia palotában, és ez egy gyönyörű plakett. Ez a hazámtól a második olyan számomra nagyon jelentős elismerés, amely arról is szól, hogy nem csak a kultúrában, az operaéneklés, a koncerténeklés terén kap az ember elismerést, hanem köze van ahhoz, hogy mi magyarok mit tudunk itt megteremteni, mit tudunk továbbadni, és mivel tudjuk gazdagítani önmagunkon túl a saját hazánkat is. Nagyon érdekes, hogy az embernek 41 éves operaházi tagság után és 26 éves Szegedi Tudományegyetem magánének tanszék zenészeti kari oktatói professzori munkája után adja meg a Jóisten azt a rálátást, hogy mi is a dolga az életben. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy magyar énekesként, magyar oktatóként Magyarországon lehetek hasznára a saját nemzetemnek, mert itt is nagyon nagy szükség van a fiataloknál ennek a tudásnak az elindítására és megszerzésére. Nem mindenben mi döntünk. Feladatokat osszánk az élet, és én csak köszönöm azt az ajándékot az Úristennek, hogy energiát kapok, és egy olyan életkedvet, hogy nekem öröm a tanítás. Az, hogy én bejárhattam a világot, és a mai napig nagyon sok felé hívnak. 20 éves koromban volt ilyen aktív az életem, mint most újból, idősebb koromra, és még megadta Jóisten, hogy énekhangom van, épp egészséges, azt mondják, és mind a mesterkurzusokon, mind a koncerteken, mind a zsűrizésekben, ahol az ember véleményt mond és segítő, pozitív kritikát mond a továbbfejlődéshez, én is és a generációm sokat tudunk segíteni a fiatal énekeseknek.